Sziasztok, Máté vagyok, és a mai videó a 100. videó a csatornámon. Hát el se hiszem, hogy már ilyen sok videót készítettem nektek, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy hétről hétre mindig velem tartottok, úgyhogy ebből az alkalomból, hogy ezt megháláljam nektek, arra gondoltam, hogy a szokványos ilyen hajkészítős vagy frizurakészítős videók helyett most egy ilyen hajdíszt fogok nektek készíteni, szóval ez egy ilyen DIY videó lesz. Remélem, hogy ez is tetszik nektek, hogyha igen, akkor mindenképpen nyomjatok lent egy lájkot, hogy ezt én is érezzem. És hogyha érdekelnek még ilyen típusú videók, akkor már van egy lejátszási listám, amiben egy néhány videót már készítettem, annak a linkjét itt fent megtaláljátok, és hogyha még szeretnétek ilyet, akkor azt pedig hozzászólásban ugyancsak lent osszátok meg velem, meg esetleg azt is, hogy miről szeretnétek ilyen DIY videót látni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és most pedig kezdjünk ehhez a szuper bőr hajdíszhez. Először is, hát a bőr hajdíszünkhöz szükségünk lesz valamilyen bőr darabokra. Én ilyen vékony, azt hiszem jó bőr sikerült beszereznem. Két szint vásároltam, mindenképpen két szint ajánlok nektek is, mert akkor lesznek ezek a díszek igazán mutatósak. Aztán szükségünk lesz pillanatragasztóra, amivel majd rögzítjük a bőr részeket egymáshoz, illetve a hullámcsatokhoz, vagyis szükségünk lesz hullámcsatokra. Ezekből én ilyeneket találtam, amiknek a végén van egy ilyen lapos rész, amire rá lehet csatolni, de hogyha esetleg ti ilyet nem tudtok, akkor hajtűt ajánlok. Tehát nem is hullámcsatot, hanem hajtűt, mert ennek itt ilyen laposabb, és majd erre lehet szépen ráragasztani. Majd mind a kettőt megmutatom nektek, hogy hogyan. Aztán ezen kívül szükségünk lesz ollóra, amivel kiszabjuk a bőrt, és ceruzára, amivel megrajzoljuk, hogy miért szabjunk ki a bőrből. Úgyhogy körülbelül ezekre lesz szükségünk. Ja, meg esetleg valamilyen papírra, hogy ne pillanat halasztózzuk össze az asztalunkat. Úgyhogy ennyi. Csak. És most pedig kezdjük tényleg. Ilyen kisebb háromszögeket fogok kivágni mindkét színből, és ezek ilyen szabályos háromszögek lesznek, úgyhogy minden oldaluk körülbelül ilyen 1 cm lesz. Úgyhogy először megrajzolom, aztán kivágom. Miután megvagyunk ezekkel a kis mini háromszögekkel, most következik az a rész, amikor kiválasztunk két különböző színit és összeragasztjuk őket. Ezt többféleképpen is megtehetjük, például úgy, hogy mind a kettő úgy ugyanabban az irányban néz, vagy egymással ellentétesen mutatnak, és akkor ott a kettő között egy kis pillanatragasztót nyomunk, és összeragasztjuk őket. Úgyhogy most lesz szükségünk erre a lapra. És ráhelyezzük ezeket a kis díszeket, megnyomkodjuk,
és már is elkészültünk ezekkel a díszekkel. Ezek a hajtűk esetleg azért sokkal jobbak, mint a sima hullámcsatok, nem ezek, mert ezek nagyon jók, amiknek van ilyen kis kör alakú lapos részük. De hogyha olyat nem tudtok beszerezni, akkor én inkább a hajtűt ajánlom, mivel ez így, ahogy látjátok is, ilyen szép lapos, és könnyen rá lehet ragasztani ezeket a bőr részeket. Beletoljátok a hajatokba, nem látszódik semmi, nem úgy esetleg, mint a hullámcsatnál, hanem csak a hajatok, és akkor ilyen szuper geometrikus minták vannak benne. Szóval én ezeket jobban szeretem, mint akár még ezeket is, mert ezek sokkal látványosabbak lesznek, majd meglátjátok. Úgyhogy én inkább ilyeneket fogok most használni. Igen, és azt hiszem, hogy el is készültünk ezekkel a kis bőrből készült hajdíszekkel. Remélem, hogy tetszik nektek, és láthatjátok, hogy nagyon egyszerű az elkészítése, úgyhogy bátran csináljátok meg ti is. És mindenképpen küldjetek róla képet akár Instagramon, vagy Facebookon, mert nagyon kíváncsi vagyok a ti munkáitokra is. És nem is kötelező ugyanilyen háromszögeket, hanem akár bonyolultabb formákat is kivághattok, és azt ragaszthatjátok ezekre a hajtűkre vagy hullámcsatokra. Én most azért választottam ezeket a háromszögeket, mert ezek mostanában nagyon divatosak, és szerintem a kevesebb néha több. Ezeknél szerintem ez abszolút igaz is, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ezt be is zárom, nehogy kiszáradjon, és köszönöm szépen, hogy eddig is hétről hétre velem tartottatok, remélem ez ezután is így lesz, úgyhogy a jövő héten is várlak titeket egy újabb hajas videóban, és addig is sziasztok! Hát, az első nem lett túlságosan jó, úgyhogy újat csinálok. És egy nagyon kicsit nagyobbat. Mondom itt, hogy egyszer 1 cm, én meg itt csinálok ilyen minit.